Három év múlva Kurázsi mama fogságba kerül egy fin ezred töredékével. Lánya megmenekül, az ekhós szekér is, de becsületes fia meghal. Tábor. Délután. Egy póznán a regiment zászló. Kurázsi mama tömérdek áróval teleaggatott ekhós szekerétől egy nagy ágyúig szárító kötelet feszített ki, s Katrinnal együtt ruhát hajtogat az ágyún. Közben a lőportárossal egy zsák golyóra alkudozik. Stüssi most már Zsolt fizető mesteri mundérban figyeli őket. Ivet potyé, csinos kis nőszemély, tarka fejfedőt var, előtte egy pohár pálinka. Harisnyában van, piros magas sarkú mellette a földön. A lőportáros Két aranyért magának adom a zsák golyót. Ez igazán olcsó. Szükségem van a pénzre, mert az óbester két napja vedel a tisztekkel, és kifogyott a likőr. Kurázsi mama, ez katonai muníció. Ha megtalálják nálam, haditörvényszék elé kerülök. Ti disznók, eladjátok a golyót, és a katona nem tud lőni. A lőportáros, ne legyen olyan kőszívű, kész kezet mos. Kurázsi mama, Hadi anyagot nem veszek, s főleg nem ezért az árért a lőportáros. Öt aranyért, vagy akár nyolcért, még ma este eladhatja szép csöndben a negyedik regiment lőszermesterének. Ha nyugtát ad neki tizenkét aranyról, neki már egyáltalán nincs muníciója. Kurázsi mama, miért nem adja el maga? A lőportáros, mert nem bízom benne, barátok vagyunk. Kurázsi mama elveszi a zsákot. Ad ide! Katrinhoz, Vidd hátra, és fizes neki másfél aranyat a lőportáros protestálására. Mondom, másfél aranyat! Katrin hátra a zsákot, a lőportáros követi. Kurázsi mama stűszihez. Itt az alsónadrágod. nadrágod, vigyázz rá, már október van, s könnyen őszre fordulhat az idő. Nem mondom, hogy kell fordulnia, mert már megtanultam, hogy semminek sem muszáj bekövetkeznie, ahogy gondolná az ember, még az évszakoknak sem de a regiment pénztárnak rendbe kell lennie, ha boszorkányok potyognak is az égből. Rendben van a pénztár? Stüszi. Rendben, mama. Kurázsi mama. Ne feledd el soha, azért lettél Zsolt fizetőmester, mert becsületes vagy, nem pedig bátor, mint a bátyád. S leginkább olyan együgyű vagy, hogy soha se jutna eszedbe, hogy ellépj a pénztárral. Neked aztán nem. Ez legalább megnyugtat. És ne hányd el a drágodat. Stűszi. Nem, mama, majd a szalmazsák alá teszem. Menni akar. A lőportáros. Veled megyek, mester. Kurázsi mama. Meg ne tanítsd a fortéjaidra. A lőportáros köszönés nélkül elmegy stőszivel Ivet utána ind. Köszönhetnél is, raktáros. Kurázsi mama Ivethez. Nem szeretem, ha együtt járnak. Nem jó társaság ez az én stűszimnek. De a háború az szépen gyaragszik. Ha minden ország belemászik, eltarthat négy-öt évig is, mint a pinty. Egy csepp előrelátás, semmi bolondság, és jóboltot csinálok. – Miért iszol délelőtt? Nem tudod, hogy csak betegebb leszel tőle? – Ivet. – Ki mondja, hogy beteg vagyok? Ez csak rágalom. – Kurázsi mama, mindenki mondja. – Ivet. Mert mindenki hazudik, kurázsi mama. Kétségbe vagyok esve, mert mindenki úgy kerül engem, mint a rohadt halat, emiatt a hazugság miatt. Minek is varrom a kalapomat? Fére dobja. Ezért iszom délelőtt, pedig sose tettem. Csupa szarkaláb lesz az ember képe tőle. De most minden mindegy. A második finn regimentnél mindenki ismer engem. Otthon kellett volna maradnom, amikor az első ott hagyott csak büszke ne legyen a magunk fajta. Nyelni kell a trágya levet, különben lecsúszik az ember. Kurázsi mama, csak ne kezd megint a Péteredet, meg hogy mi volt aztán, az én ártatlan lányom előtt. Ivett, de csak hallgassa meg, hadd fegyverkezzék a szerelem ellen. Kurázsi mama, az ellen nincs fegyver. Ivett, akkor is elmondom, legalább könnyebb lesz a szívem. Azzal kezdődött, hogy a szép Flandriában nőttem fel. Különben nem is találkoztam volna vele, s nem ülnék itt Lengyelországban, mert katona szakács volt, szőke, hollandi, de sovány, mint az ujjam. Katrin, őriz a soványaktól, de ezt persze még nem tudtam akkor, az se, hogy már volt valakie, és különben is Pipás Péternek hívták, mert soha a pipát ki nem engedte a szájából. Semmikor annyira mindegy volt neki elénekli a cimboráló nótát. Tizenhét voltam éppen, az ellenség bejött, de szögretette a szabját, sparolázott a nép között. És aztán májusban, tudjuk, hogy május van, az ezred büszkén körben állt, tisztelgett, még a dob dobolt, aztán az éjben szétoszolt, és velünk cimborált. Az én ellenfelem volt, a főszakács maga. Gyűlöltem őt egész nap, s szerettem minden éjszaka. Mivel, hogy májusban, tudjuk, hogy május van, az ezred büszkén körben áll, tiszteleg, míg a dob dobol, aztán az éjben szétoszol, és velünk cimborál. Az érzés, mint a rózsa, szívemben egyre nőtt, nem értette a város, s hogy miért is nem vetem meg őt. És egyszer reggel lett, s nékem befelegzett, a népség, mint az ár zúdult, szerszám csörgött, pata dobolt, a hat pakolt, ő közte volt, s az ezred elvonult. Sajnos utána utaztam, de sohasem találkoztam vele, már öt éve. Az ekhós szekér mögé támolyok. Kurázsi mama, itt hagytad a kalapod, ivett. Vigye, aki akarja! Kurázsi mama. Hát okulj ebből, Katrin! Soha ne kezdj katonanépséggel! A szerelem égi hatalom. Óvlak tőle. Még nem katonával sem fenékik tejföl. Azt mondja, hogy megcsókolja a földet, amere jársz. Ha már itt tartunk. Megmostad tegnap a lábad? És már is a szolgálója vagy. Légy boldog, hogy némának születtél. Így sose keveredhetsz ellenmondásba. Nem is akarnád leharapni a nyelvedet, mert kiszalasztottad a szádon az igazságot. Isten ajándéka a némasság. Ott jön a fővezér szakácsa. Mit akarhat? Szakács és a tábori pap jön. A tábori pap. Üzenetet hozok a fiától, Eiliftől. A szakács meg velem jött, mert tetszik ám maga neki. A szakács. Csak azért jöttem, hogy egy kis levegőt cippan csak. Kurázsi mama. Azt megtehetít itt mindig, ha tisztességesen viselkedik. De ha nem, akkor elbánok magával. Mit akar a fickó? Nincs fölös pénzem. A tábori pap. Voltak éppen Eilif öcsének kell átadnom az üzenetet. A Zsolt fizetőmesternek. Kurázsi mama. Az már nincs itt, és máshol sincs. Ő nem a bátyja fizetőmestere. Csak ne vigye kísértésbe, s ne legyen okos az ő bőrére pénzt ad neki az oldaltáskájából. Adja ezt neki. Szintiszt a vétek. Az anyai szeretetre spekulál, és szégyelje magát. A szakács. Bizony nem sokára neki kell vágni a regimenttel. Ki tudja, talán a halálnak. Tegyen még hozzá valamit. Megbánja később. Kőszívűek vagytok ti asszonyok, de később megbánjátok. Mit számított volna az a pohárka pálinka? Mégse kapta meg, és ki tudja, ott fekszik majd a fekete földben. Nem tudjátok többé kikaparni. A tábori pap. Ne legyen már olyan érzékeny, a háborúban elesni kegyelem, nem szerencsétlenség. Miért is? Ez vallásháború, nem közönséges, hanem különleges háború. A hitért vívják. És azért Istennek tetsző. A szakács úgy is van, háború ez, ahol sarcolnak, öldökölnek, fosztogatnak, egy kis megbecstelenítése árt. De mégis különbözik minden más háborútól, mert hiszen vallás háború ez világos. De itt is kiszárad az ember torka, ismerj el. A tábori pap, kurázsi mamához a szakácsra mutatva. Megpróbáltam visszatartani, de azt mondta, maga megbabonázta, magáról álmodik. A szakács rágyújt a pájára. Csak is egy pohárka törkölyt szeretnék a szép kezéből, semmi rosszat. Elég bajom van így is, mert a pap egész úton olyan tréfákkal traktált, hogy most is pirul a pofám tőle. Kurázsi mama. És papi ruhában. Muszáj inni adnom nektek, mert bizony még erkölcstelenül megkörnyékeztek. Puszta unalomból. A tábori pap. Ez kísértés, mondta az udvari pap, és nem állt ellen neki. Mentében megfordul Katrin után. Ki ez a kellemetes személy? Mama. ez nem kellemetes, hanem tisztességes személy. A pap és a szakács Kurázsi mamával a kocsi mögé húzódik. Katrin utánuk néz, ott hagyja a mosott ruhát, a kalaphoz lép. Fölszedi, leül, húzza fölfelé a piros cipőt. Hallani, amint Kurázsi mama a pappal és a szakácsal hátul politizál. A lengyeleknek itt Lengyelországban nem kellett volna beavatkozniok, az igaz, a mi királyunk bevonult hozzájuk paripával, emberrel, szekérrel, de a lengyelek ahelyett, hogy föntartották volna a békét, beleavatkoztak a saját ügyeikbe, és megtámadták a királyt, amikor a legnagyobb békességgel erre vonult. Így megszekték a békét. A vér az ő fejükre száll. A tábori pap. A mi királyunk csak a szabadsággal törődött. Bezzeg a császár mindenkit leigázott. A lengyeleket épp úgy, mint a németeket, és a királynak föl kellett szabadítania őket a szakács. Látom pompás a pálinkája, nem csalódtam az arcában, de ha már a királyról beszélünk, a szabadság, amit szét akar terjeszteni Németországban, bizony elég sokba került neki, mert közben a sóadót kellett Svédországba bevezetnie. Bizony sok pénzt szúrtak leírta a szegény emberek, mint mondtam. És akkor még a németeket is be kellett csuknia. Fel kellett négyeltetnie, annyira ragaszkodtak a rabszolgaságukhoz a császár mellett. Persze, ha valaki nem akar szabad lenni. Azzal a király nem kukoricázott. Először csak Lengyelországot akarta megvédeni a gonosz emberektől, leginkább a császártól. De evés közben jön meg az étvágy. Hát megvédte egész Németországot. Bizony kemény dió volt. Így a szegény király csak mérget nyelt a jósága meg a sok költsége miatt. Erre persze adókkal kellett megszereznie a pénzt, ami rossz vért szült, de hát nem zavartatta magát egy szólt mindig mellette. Isten szava, és az bizony rá is fért, mert különben még azt povedálták volna, hogy magáért teszi, meg a nyerészkedésért. Így mindig tiszta volt a lelki ismerete, és az neki a legfontosabb. Kurázsi mama. Látszik, hogy maga nem svéd, különben másképp beszélne a hős királyról. A tábori pap. Végül is az ő kenyerét eszi. A szakács. Én nem eszem az ő kenyerét hanem sütöm. Kurázsi mama. Győzhetetlen, mert az emberiei hisznek benne. Komolyan. Ha az ember a nagyfejűek szavát hallgatja, úgy látszik, hogy ők csak Isten félelemből vezetik a háborút, s mindenért, ami szép, ami jó. De ha az ember jobban oda kukucskál, kiderül, hogy nem olyan tökfilkók. A háborút a haszonért vezetik. Különben a magamfajta kicsi ember nem is segítene nekik. A szakács. Bizony, úgy van a tábori pap. S jól tenné, maga hollandi, hogyha megnézné itt a felvont zászlót, mielőtt véleményt mond Lengyelországban. Kurázsi mama, itt mindenki derék luteránus, egészségükre. Katrin ivet kalapjában páváskodik, s ivet járását utánozza. Hirtelen ágyudörgés és lövés hallatszik. Dobszó, Kurázsi mama, a szakács és a pap hirtelen előrohannak a kocsi mögül, a két utóbbi még pohárral a kezében. A lőportáros és egy katona az ágyúhoz szalad, s megpróbálják eltolni. – Mi van itt? Előbb le kell szednem a mosott ruhát, szemtelen fickók! – megpróbálja a ruhát megmenteni. A lőportáros. – A katolikusok! Rajtaütés! Nem tudjuk, elbírunk-e iszkolni innen? – a katonához. – Mensd meg az ágyút! – Tovább fut. A szakács. Az Isten szerelmére! Nekem a vezérhez kell mennem. Kurázsi asszony, valamelyik nap okvetlen átjövök egy kis fecsegésre. Elrohan. Kurázsi mama. Várjon! Itt hagyta a pipáját. A szakács távolról. Tegye el nekem! Kell még! Kurázsi mama. Épp most, amikor már menni kezdett a bolt. A tábori pap. Hát akkor én is elmegyek. Persze, ha annyira nyakunkon az ellenség, talán veszélyes is. Boldogok a békességre igyekezők. Ez a jelszó a háborúban. Bár volna velem valami kabát. Kurázsi mama. Nem adok kölcsőbe kabátot, még az életem árán sem. Rossz tapasztalataim vannak. A tábori pap. De én különösen veszélyben vagyok, a hitem miatt. Kurázsi mama, hoz egy kabátot. Rossz lelki ismerettel teszem. Na, fusson, a tábori pap. Szívemből köszönöm. Ez az igazi nagy lelkűség. De talán jobb, ha megülök itt. Gyanút keltenék, és magamra vonnám az ellenséget, ha futni látnának. Kurázsi mama a katonához. Hagyd a fenébe, te szamár! Ki fizet meg érte, Átveszem tőled megőrzésbe. Neked megtán az életedbe kerül. A katona elfutva. Majd tanúsítja, hogy mindent megpróbáltam. Kurázsi mama. küszöm. Meglátja lányát a kalapban. Mit csinálsz te ezzel a ringyó kalappal? Veszed le rögtön azt a tökfödőt. Megkompolyottál. Most, mikor jön az ellenség? Lerántja a kalapot Kátrén fejéről. Találjanak meg, slótyóvá tegyenek. Még a cipőt is felhúzta, ez a babiloni cipő. Levele! Le akarja húzni. Jézus, segítsen! Prédikátor uram, nem tudom lerántani a lábbelit. Tüstént jövök. A kocsihoz fut. Ivett. Jön, púderozza magát. Mit mond? Jönnek a katolikusok? Hol a kalapom? Ki rajta? Így nem mászkálhatok, ha jönnek a katolikusok. Mit gondolnának rólam? Tükröm sincs. A paphoz. Milyen vagyok? Nem sok a rispor? A tábori pap. Épp elég. Ivett. És hol a piros cipő? Nem találja, mert Katrin a szoknyája alá húzta a lábát. Itt hagytam a földön. Most vissza kell mennem a sátramba. Mesztél láb. Micsoda szégyen! Elmegy. Stüssi futva jön egy kis pénzes szekrényel. Kurázsi mama, be egy marék hamuval, Katrinhoz. Itt a hamu, ez. Mit cipelsz te itt? Stüszi, a regiment pénztárt. Kurázsi mama, dobd el! Vége a zsolt fizető mesterségnek. Stüszi, ezt rám bízták? Hátra megy. Kurázsi mama a paphoz. Húzd le a papiruhát, prédikátor uram, mert kabát ide, kabát oda, megismernek. Bekeni Katrin arcát hamuval. Marad nyugton, így egy kis mocsok, és biztonságban vagy. Micsoda szerencsétlenség. Az őrség nyilván leszobta magát. Mondják, a gyertyát véka alatt kell tartani. Egy katona, különösen a katolikus, meg egy takaros pofácska, s már is kész ringyó. Hét számra mind zabálni valójuk, aztán a sikerült összerabolniok valamit, már is ráesnek a fehér cselédekre. Most már jó, mutasd a képed, nem rossz, mintha ganajba turtál volna, ne reszkes, így semmi bajot se eshet. Stüssihez. Hol hagytad a pénzszekrényt? Stüssi. Azt gondoltam, a kocsiba dugom. Kurázsi mama rémülten. Micsoda, az én kocsimba? Ilyen Isten verte baromságot. Ha egy percre félre nézek, felkötnek mindhármunkat. Stüszi, akkor máshová dugom, vagy futok vele együtt. Kurázsi mama, itt maradsz, már késő. A tábori pap, félig átöltözve előre. Szentséges úristen, a zászló. Kurázsi mama leszedi az ezred zászlót. Bozsemoly, már észre se veszem. 25 éve látom. Az ágyú dörgés erősödik. Három nap múlva délelőtt. Az ágyú eltűnt. Kurázsi mama, Ketrén, a tábori pap és Tüszi bánatosan üldögélnek, esznek. Stüszi, már harmadik napja lustálkodom itt, és az őrmester úr, aki mindig olyan elnéző volt velem, most már lassan megkérdezheti, hol van az a Stüszi a zsoldos katujával. Kurázsi mama, Örülj, hogy nem leltek a nyomodra. A távoli pap. Hát én mit szóljak? Én se tarthatok itt áhítatot, jól megjárnám vele. A szív teljességéből szól a száj, mondja az írás. De jaj, nekem, ha pofázom. Kurázsi mama. Úgy van, az egyik itt ül nekem, a vallásával, a másik meg a pénzszekrényével. Nem tudom, melyik a veszélyesebb. A tábori pap. Isten kezében vagyunk. Kurázsi mama. Nem hiszem, hogy elvesztünk volna, de aludni azt nem tudok. Ha nem volna itt Stüssi, könnyebb volna. Azt hiszem, eligazítottam a dolgot. Azt mondtam nekik, én szembeállok az Antikrisztussal, a svéddel, akinek szarvai vannak, és láttam is, hogy a bal szarva egy kicsikét elkopott. Kihallgatás közben megkérdeztem, hol vásárolhatok Szent gyertyát, de nem túl drágán. Ismerem én a dörgést, mert Stüssi apja katolikus volt, és bizony gyakran kifigurázta a vallást. Nem egészen hittek nekem, de nincs markotányos néjuk a regimentnél. Hát behunyták a félszemüket. Talán mégis kimászunk a nyavajából. Foglyok vagyunk, de úgy, mint tető a bundában. A tábori pap. A tej jó. Ami a mennyiségét illeti, a svéd szűkebre kell fognunk. Legyőzöttek vagyunk. Kurázsi mama. Ki van legyőzve? A nagy kutyák győzelme vagy veresége meg a miénk, idelent nem ugyanaz a káposzta csöppet sem ugyanaz. Van olyan eset, amikor a lentiek csak nyernek avval, ha leverik őket. A becsület elveszett, de egyéb semmi. Emlékszem, egyszer Livóniában a mi zsoldos kapitányunkat úgy pozdorjává verte az ellenség, hogy az űrzavarban egy hókalovat szereztem a hadicókmokból. Hét hónapig húzta a kocsimat, amíg aztán győztünk, és jött a felülvizsgálás. Általában elmondhatjuk, hogy nekünk, közönséges embereknek a győzelem és a vereség sokba kerül. Az a legjobb nekünk, ha egy helyben rohad a politika. Nem mozdul se té, se tova. Stüssihez. Egyél! Stüssi. Nem ízlik. Hogy fizesse ki a zsoldot az őrmester? Kurázsi mama. Meneküléskor nem fizetnek zsoldot. Stüssi. Dehogy nem, jár nekik. Zsold nélkül nem tartoznak menekülni. Egy lépéssel kell tenniük. Kurázsi mama. Stüssi. A te lelkiismeretességed aggaszt engem. Belédvertem, hogy becsületes légy, mert észt nem sokat adott neked az Isten. De mindennek van határa. Most én elmegyek a prédikátorral bevásárolni egy katolikus zászlót, meg húst. Senki se tud olyan remek húst választani, mint ő, olyan biztosan, mint az alvajáró. Azt hiszem, arról megismeri a jó falatot, hogy akaratlanul is összefutanyál a szájában. Még jó, hogy megengedik a kereskedést. Kalmártól nem kérdeznek hitvallást, csak árat. És luteránus nadrág is melegít. A tábori pap. Amint a kolduló barát mondta, amikor arra került szó, hogy a luteránusok fenekestül felfordítanak mindent a városban és vidéken. Koldusra mindig szükség van. Kurázsi mama eltűnik a kocsiban. A pénzes katujáért csak aggódik eddig nem vettek észre, mintha minnyáján a kocsihoz tartoznánk. De meddig? Stüszi. Erre a tábori pap. Az talán még veszélyesebb, ha valaki meglát. Sok a spicli. Tegnap reggel fölbukkant az orrom előtt, egy az árokból, amikor a szükségemet végeztem. Megijedtem, és alig tudtam egy kis fohászkodást visszafolytani. Elárult volna. Azt hiszem, még a ganét is megszagolnák ezek, hogy nem evangélikusek. A spicli olyan förtelmes kis dugó ember volt, kötéssel a fél szemén. Kurázsi mama, egy kosárral mászik le a kocsiról. Mit találtam, te szégyentelen perszóna? Diadalmasan magasra emeli a piros cipőt. Ivet piros topánkája. hidegvérel elcsorta, mert maga telebeszélte a fejét azzal, hogy kellemetes személy. A cipőt visszarakja a kosárba. Visszaadom. Ellopni Ivet cipőjét? Az a lány tönkre teszi magát a pénzért, ezt megértem. De te ingyen tennéd, gyönyörűségből. Megmondtam, várnod kell a békéig. Csak semmi katona. Várja békére, akkor rázhatod a rongyot. A tábori pap. Nem is rázza olyan nagyon, kurázsi mama. Még mindig éppen eléggé. Ha olyan, mint egy darab kő, dalárnéban, akkor nincs is más. Amennyire, ahogy az emberek azt mondják, ez a nyomorék semmi vizet nem zavar. Nekem akkor a legkedvesebb. Addig nem történik baja. Stűszihez. Ott hagyod a pénzszekrényt, ahol van, hallod? És vigyázz a hugodra, szüksége van rá. Sírba visztek. Szívesebben őriznék egy zsák bolhát. El a tábori pappal. Ketrén összeszedi az edényt. Stüsi. Már nem sokáig ülhetünk ingújban a napon. Katrin egy fára mutat. Igen, a levél már megsárgult. Katrin mozdulatokkal kérdezi, hogy akar-e inni. Nem iszom, gondolkodom. Szünet. Azt mondja, nem alszik. Mégis el kell vinnem a szekrényt. Jó rejtek helyet találtam. Mégis adj egy jó poárral. Katrin a kocsi mögé megy. Eldugom a vakondjukba a folyónál, míg végleg el nem viszem. Talán már ma éjszaka hajnal felé kiszedem, és elviszem a regimenthez. Nem menekülhettek messze három nap alatt. Hogy elképed majd az őrmester úr? Azt mondja majd, nos tűszé, nem csalódtam benned. Rád bíztam a pénzt, és te visszahoztad. Mikor Katrin visszatér a pohárral a kocsi mögül, két ember áll előtte, az egyik egy őrmester, a másik kalapját lengeti a lány előtt. Kötés van a fél szemén. A bekötött szemű. Dicsértessék, drága kisasszony! Látott itt valakit a második Finn regiment kvártéjából? Katrin nagyon megijed, előre fut, kijönti a pálinkát. Azok ketten egymásra néznek, visszavonulnak, de már meglátták az oldalt üldögélő Stüssit. Stüssi főriad gondolataiból. A felét kiöntötted. Micsoda bolondságaid vannak? Hova tetted a szemedet? Nem értlek. El kell mennem, elhatároztam, ez a legjobb föláll. A lány mindent megpróbál, hogy a veszélyre figyelmeztesse. Stüssi elhárítja magától. Szeretném tudni, mit akarsz. Bizonyosan jót akarsz, nyomorult lelkecském, de nincs nyelvet hozzá. Mit bánom, hogy kiöntötted a pálinkát. Iszom én még jó pár kortyot életemben. Nem számít az az egy. Kihozza a kocsiból a szekrénykét, a kabátja alá rejti. Mindjárt visszajövök, de most már ne állj az utamba tovább, mert megmérgelődöm. Elhiszem, hogy jót akarsz, bár tudnál beszélni. Amint a lány vissza akarja tenni, a fiú megcsókolja és kiszabadítja magát. El. A lány kétségbe van esve, föl leszaladgál egyetlen hang nélkül. A tábori pap és kurázsi mama visszatér. Catherine odarohan az anyjához. Kurázsi mama. Mi az, mi az? Egész kikeltél magadból. Bántott valaki? Hol van Stüssi? Mondd el tisztességesen, Katrin! Anyád megért téged. Mit? A szamár fickó mégis elvitte a szekrényt. Majd kupán vágom az alamusit. Ne siess annyira, ne fecsegj! Használd a kezedet! Nem szeretem, ha vonítasz, mint egy kutya. Mit gondol a prédikátor úr? Még megborzadt tőled. Egy félszemű volt itt? A tábori pap. A félszemű, a spicli! Elfogták stűszit! Katrin megrázza a fejét, vállát vonogatja. Végünk! Kurázsi mama kiveszi a kosárból a katolikus zászlót, a tábori pap pedig fölerősíti a zászlóródra. Húzza föl az új zászlót! A tábori pap keserűen. Itt mindenki derék katolikus! Hátulról hangok hallatszanak, a két ember fogolyként hozza Stüssit. Stűszi! engedjetek el, nincs nálam semmi! Ne rándíst ki a válperecemet, ártatlan vagyok! az őrmester. Ide tartozik, ismeritek egymást. Kurázsi mama. Mi? Honnét? Stüssi. Nem ismerem őket. Mit tudom én, kik ezek? Semmi közöm hozzájuk. Megebédeltem itt. Tíz garasba került. Lehet, hogy itt láttatok ülni. A leves el volt sózva. Az őrmester. Kik vagytok, hé? Kurázsi mama. Tisztességes emberek. Igaz, hogy megebédelt itt. És azt mondta, hogy el van sózva. Az őrmester. Teszitek magatokat, mintha nem ismernétek. Kurázsi mama, hogy ismerném? Nem ismerek mindenkit. Senkitől sem kérdem, hogy hívják, vagy hogy pogány -e. Ha fizet, nem pogány. Pogány vagy? Stüszi. de hogy? A tábori pap egész tisztességesen üldögélt. Ki sem nyitotta a száját, csak amikor evett. Akkor pedig muszáj. Az őrmester, és te ki vagy? Kurázsi mama, az én csaposom és biztosan szomjasak vagytok. Hozok egy pohárka pálinkát. Nyilván futottatok, és kivagytok hevülve. Az őrmester. Szolgálatban semmi pálinka. Stűszihez. Te valamit elvittél. Nyilván eldugtad a folyóparton. Kidudorodott a kabátod, mikor innen elmentél. Kurázsi mama. Csak ugyan ő volt az. Stűszi. Azt hiszem, ti másra gondoltok. Láttam valakit ugrálni. Annak állt ki a kabátja. Nálam rossz helyen kereskedtek. Kurázsi mama, én is azt hiszem, ez tévedés, megesik az ilyesmi. Én jól ismerem az embereket, én vagyok kurázsi mama. Hallottatok-e már róla, mindenki ismer, és én mondom nektek, ez a fickó becsületesnek látszik. Az őrmester A második félregiment pénzszekrényét kutatjuk, és tudjuk, milyen az, aki őrizte. Két napja keressük. Te vagy az. Stüssi Nem én vagyok. Az őrmester s ha nem adod elő a szekrényt, véged van, azt tudod. Hol a szekrény? Kurázsi mama sürgetően. Persze, hogy előadja, ha különben vége. Ész nélkül tüstént elmondja. Nálam van, itt van. Ti vagytok az erősebbek. Annyira nem bárgyú. Beszélj hát, te ostoba birka. Az őrmester úr segíthet rajtad. Stűszi. De ha nincs nálam, az őrmester, gyere, majd kiderítjük. Elvezetik. Kurázsi mama utánuk kiállt. Meg kell mondania, annyira nem bárgyú, és ne rándítsátok ki a válperecét. Utánuk fut. Aznap este a tábori pap és a néma Katrin poharat öblít, kést tisztít. A tábori pap. Ilyen esetek, amikor valakit elfognak, nem ismeretlenek a vallás történetben. Emlékes csak a mi úrunk és megváltunk pasiójára. Egy régi ének szól róla. Elénekli a hórák dalát. Első órán mindkinek gyilkossága vétke, Jézusunkat hurcolák Pilátus elébe. És ki így szól, én tudom, bűn nélkül való ez, azt már várta félúton a király Heródes. Három órán jött az úr ostorosztatása és tövis korona szúr égi homlokába. Már csak gúnyba öltözött, köntösét leszették, s vitte annyi nép között maga a keresztjét. Hat óra volt, mesztelen, a fára szegezték, vére omlott szüntelen, és a kín verejték. S mind-mind csúfolódtanak, két lator is éppen, úgy, hogy elborult a nap nagy szégyenletében. Kilenc órán szólt ekép, Miért hagytál el engem? És ecetet és epét adtak neki menten. Föld megrendült, hegy szakadt, hogy lelkét kiadta, templomkárpit meghasadt, szétrepett a szikla. Vecsernyekor azután latlok lábát törték, Jézust pedig oldalán dárdával döfötték. Vérrel, vízzel, oldala folyt a seben által. Ezt cselekedték vala, az ember fiával. Kurázsi mama izgatottan jön. Életre halára megy a játék, de az őrmesterrel lehet beszélni. Csak nem szabad bevallanunk, hogy a mistűszinkről van szó, mert kiderül, hogy segítettük őt. Pénzkérdés az egész. De honnan vegyük a pénzt? Nem volt itt ivett? Útközben találkoztam vele, már fölszedett egy óbestert. Talán vesz neki egy ilyen markotányos szókmókot a tábori pap. Csak ugyan el akarja adni, kurázsi mama. Hogyan vegyem pénzt az őrmesternek? A tábori pap. És miből él majd? Kurázsi mama. Ez az. Ivet potyé jön egy ásatag vénóbesterrel. Ivet átöleli kurázsi mamát. Édes kurázsi mama, na hát, hogy ilyen hamar viszont látjuk egymást. Suttogva. Lehet szó a dologról? Hangosan. Ez az én jó barátom. Ő a tanácsot üzletügyekben. Véletlenül hallottam, hogy a körülmények miatt el akarja adni a kocsiját. Számot tartanék rá. Kurázsi mama. Nem adnám el, csak elzálogosítanám. Semmit se siessünk el. Ilyen kocsi nem könnyen kapható háborús időben. Ivett csalódottan. Elzálogosítja. Azt gondoltam, eladja. Nem tudom, érdemese akkor. Az óbesterhez. Mit gondolsz? az obester. Amit te, báránykám, kurázsi mama. Csak elzálogosítom, ivett. Azt gondoltam, kell magának a pénz. Kurázsi mama szilárdan. Kell a pénz, de inkább térdig járom a lábamat, jobb ajánlat után, semmint, hogy tüstént eladjam. Mert mi a kocsiból élünk. Jó alkalom ez neked, ivett. Ki tudja, akad -e még ilyen? És van jó barátod is, aki tanácsot ad neked, igaz? Ivett. Igen, a barátom azt gondolja, ragadja meg az alkalmat. De én nem tudom, ha csak zálogba, hiszen te is azt gondolod, hogy vegyük meg mindjárt. Az őrmester. Azt gondolom, báránykám. Kurázsi mama. Akkor kutatnod kell olyat, ami eladó. Talán találsz is, ha időt szánsz rá. S a barátod is körbejár veled, mondjuk egy hétig vagy kettőig. Talán találsz valami alkalmatosat. Ivet. Hát akkor mehetünk keresni. Én igazán szívesen járdogálok, keresgélek. Szívesen járok veled, Poldi. Tiszta mulatság, igaz? És ha két hétig tart is. Mikor akarja visszaváltani, ha odaadjuk a pénzt? Kurázsi mama. Két hét alatt visszaválthatom. Talán egy hét is elég. Ivett. Nem tudom, mint határozzak. Poldi szívecském, adj tanácsot. Félrevonja az óbestert. Tudom, hogy el kell adnia. Ettől a fejem se fáj. És a zászlós, az a szőke, ismered, pénzt akar nekem kölcsönödni. Bomlik utánam, azt mondja, emlékeztetem valakire. Mit tanácsolsz? Az óbester. Óvlak tőle. Nem jó félék. Kihasznál majd. Megmondtam, veszek neked valamit, igaz, báránykám? Ivett. Nem fogadhatom el tőled. Persze, ha azt gondolod, hogy ha a zászlós kihasználhat... Poldi, elfogadom tőled. Az óbester, nagyon helyes. Ivet. tanácsolod? Az óbester, tanácsolom. Ivet. vissza kurázsihoz. A barátom azt tanácsolja, vegyem meg. Állítson ki nyugtát arról, hogy a kocsi az enyém, ha eltelik a két hét, minden celekulával együtt. Mindjárt átnézzük a készletet, a kétszáz aranyat később hozom. Az óbesterhez. Előre kell menned a táborba, mindjárt megyek utánad. Mindent át kell néznem, nehogy eltűnjék valami a kocsimról. Megcsókolja. Az óbester elmegy. A lány fölkapaszkodik a kocsira. Kevés a csizma, kurázsi mama. Ivett, most nincs idő, hogy átnézd a kocsidat, ha ugyan a tied. Megígérted, hogy beszélsz az óvesterrel. Stüssi véget. Nincs egy perc vesztenivaló való időnk se. Hallom, egy óra múlva kerül a haditörvényszék elé. Ivett. Csak a vászoningeket számlálom meg. Kurázsi mama szoknyájánál fogva lehúzza. Te hiéna, te sakál, stűsziről van szó. És egy szó se arról, hogy kitöljön az ajánlat. Tégy úgy Isten nevében, mintha a babája volnál. Különben minnyájunknak végünk, mert segítettünk rajta. Ivett. A félszeműt a bozótosba rendeltem. Biztosan ott van már. A tábori pap és nem kell mindjárt az egész kétszázat ígérni. Menj 150-ig, az is elég. Kurázsi mama. A maga pénzéről van szó, kikérem magamnak, hogy beleavatkozzék. Maga megkapja a hagyma levesét, fuss és ne alkudozz, az élete fordul rajta. Kitaszítja Ivettet. A tábori pap. Én nem akartam beleszólni, de miből fogunk élni? Hisz itt van a nyakán a keresett képtelen lánya. Kurázsi mama. Az ezred pénztára gondolok, maga főokos. A költségeket igazán felszámíthatjuk. A tábori pap. De elég ügyes az alány. lány. Kurázsi mama. Neki is érdeke, hogy kiadjam az ő kétszázát, és megkapja a kocsit. Nagyon is töri magát érte. Ki tudja, meddig áll kötélnek az óbestere. Katrin, te pucováld a késeket. Végy tajték követ. És maga, maga se állingáljon itt, mint a Jézus az olajfák hegyén. Igyekezzék, mossa a poharakat. Este legalább 500 huszár érkezik. És majd megint hallhatom magától. Nem szoktam meg a szaladgálást. Jaj, a lábom! Prédikáció közben nem kellett futkorászni. Azt hiszem, kiadják nekünk a fiút. Hála Istennek, megvesztegethetők. Nem ordas farkasok, hanem emberek, és szeretik a pénzt. A megvesztegetőség Ugyanaz az emberek közt, mint a jó Istennél a könyörületesség. A megvesztegethetőség az az egyetlen reményünk. Amíg az tart, addig akadnak még enyhe ítéletek, és még az ártatlan is megmentheti az irháját a törvény előtt. Ivet zihálva jön. Csak kétszázért engedik el, és gyorsan kell mennie a dolognak. Már nem sokáig van közük. Legjobb, ha mindjárt elmegyek a félszemüvel az óbesteremhez. A fiú bevallotta, hogy nála volt a pénzes láda. Hüvelyk szorítóval vallatták. De a folyóba hajította, amikor észrevette, hogy a nyomában vannak. A pénzes ládának vége. Rohanjanak, és hozzák el a pénzt. Az óbesteremtől. Kurázsi mama. A ládának vége. Hogy szerzem akkor vissza a kétszázamat? Ivet. Hát maga azt gondolta, hogy kiveheti a ládából. Szépen lépre vit volna engem. Ne reménykedjék. Fizetnie kell, ha vissza akarja kapni a fiát. Vagy hagyjam abba az egész históriát, hogy maga megtarthassa a kocsiját. Kurázsi mama, ezt nem vettem számításba. Ne siettes, úgyis tied lesz a kocsi. Vége már. Tizenhét évig volt az enyém. Csak egy pillanat még. Túlságosan hirtelen jött ez, mit csináljak? Kétszázat nem adhatok. Le kellett volna alkudnod. Kell, hogy maradjon valami a markomban, különben akárki behajíthat az ország utárkába. Menj és mondd, adok százhúszat. Másképp semmi se lesz a dologból. A kocsit úgyis is elvesztettem. Ivett. Annyiért nem adják ki. A félszemű is kapkod fűhöz fához. Mindig a háta mögé néz. Annyira izgatott. Ne adja inkább az egész kétszázat. Kurázsi mama a esve. Nem adhatom, Harminc évig dolgoztam. Ez a lány már 25 éves, és nincs férje. Ő is itt van még. Ne gyötörj, tudom, mit csinálok. Mondj 126, vagy semmi se lesz belőle. Kivett. Maga tudja. Gyorsan el. Kurázsi mama nem néz sem a prédikátorra, sem a lányára. Leül és segít Katrinnak a késtisztításban. Kurázsi mama, ne törj el a poharakat, már egy sem a miénk. Figyelj a munkádra, megvágod magad. Stüszi visszajön, megadom a kétszázat is, ha kell. Visszakapod a bátyádat. Nyolcvan aranyért teletömhetünk áruval egy háti puttonyt, s kezdhetjük előről. Szegény ember vízzel főz. A tábori pap. Az úr mindent jóra fordíthat, mondja az írás. Kurázsi mama. Szárazra törölje! Némán tisztítják a késeket. Katrin hirtelen felzokogva a kocsi mögé fut. Ivett futva jön. Semmit se tesznek már. Én óvtam magát. A félszemű mindjárt el akart menni, mert nincs értelme. Megmondta, minden percben várja, hogy megperdülnek a dobok, és akkor már kimondták az ítéletet. Ajánlottam százötvenet. A vállát se rándította rá. Nagy keservesen maradt ott, míg még egyszer beszélek magával. Kurázsi mama. Mondd, hogy megadom a kétszázat. Fuss! Ivet elszalad, Némán ülnek. A prédikátor abba hagyta a pohár Azt hiszem, túl sokáig alkudoztam. Messziről megperdülnek a dobok, a prédikátor föláll, és hátra megy. Kurázsi mama ülve marad, sötét lesz. A dobolás megszűnik. Kivilágosodik. Kurázsi mama változatlanul ül a helyén. Ivet nagyon sápadtan fölbukkan. Ezt elintézte az alkudozással, meg hogy foggal körömmel kapaszkodott a kocsiához. Tizenegy golyót kapott. Egyebet nem. Meg se érdemli maga, hogy még törődjek a dolgával. De én megszimatoltam, ők nem hiszik igazán, hogy a láda a folyóban van. Gyanakodnak, hogy itt van, s egyáltalán, hogy magának köze volt a fiúhoz. Ide akarják hozni, hát ha maga elárulja magát, amikor meglátja. Óva intem, tegyen úgy, mintha nem ismerné, különben minnyájan benne ragadnak a pálcban. A sarkamban vannak. Jobb, ha mindjárt megmondom. Vigyem el Katrint! Kurázsi mama megrázza a fejét. Tud a lánya dologról? Talán nem is hallotta a dobszót, vagy nem értette meg. Kurázsi mama. Minden tud. Hozd ide! Ivet elővezeti Katrint. Az odalép az anyjához. Megáll mellette. Kurázsi mama megfogja a kezét. Két zsoldos katona hordágyat hoz, azon fekszik valami, lepedővel letakarva. Mellettük lépdel az őrmester. Leteszik a hordágyat. Az őrmester. Van itt valaki, akinek nem tudjuk a nevét. Mégis számba kell vennünk, hogy minden rendbe legyen. Nálad ebédelt. Ismerd meg. Ismered-e? Fölhajtja a lepedőt. Ismered? Kurázsi mama nemetint. Mi Micsoda? Sose láttad, mielőtt itt ebédelt volna? Kurázsi mama nemet int. Emeljétek föl, vigyétek a dögtemetőbe. Nincs senkie, nem ismeri senki. Elviszik.